érzés volt újra a válogatott meccsbe játszani, és ezekkel a lányokkal egy pályán szerepelni. Az már egy másik kérdés, hogy elég sok hibával játszottunk, de összességében előre tekintünk, nem vagyunk szomorúak, örülünk, hogy megvan ez a győzelem, tudjuk, hogy ennél lesz jobb is a játék. Igen, ugye ez egy EB-selejtező volt, illetve várátok még egy, de azért gondolom már közben a közelgő világbajnokság is ott lebeg a szemek előtt. Így van, ezek a meccsek teljes mértékben a világbajnokságra való felkészülés tudatában is telnek. Az egy dolog, hogy szeretnénk legyőzni ezeket a csapatokat magabiztosan, de a fejünkben van az, hogy nekünk nagyon nagy feladatunk van novemberben, decemberben. Akkor az azt jelenti, hogy ezeken a meccseken már gyakorlatilag megy a harc a kerettagságért is? Ez teljes mértékben így van. Kim felvázolta, hogy milyen nagy keret áll rendelkezésére, és milyen könnyű is, milyen könnyű be, és milyen könnyű kiesni a keretbe, úgyhogy szerintem mindannyian igyekszünk a legjobb formánkat adni. Igen, lehet, hogy nektek ez nem a legjobb, hogy ilyen könnyű ki vagy beesni, de gondolom a magyar kézilabdázásnak azért elég jó, hogy ilyen nagy a merítési lehetőség most női kézilabdában. Természetesen szerintem egészen egyedülálló az, hogy milyen játékosok szerepelnek a magyar bajnokságban, és ez mindannyiunkra nagyon motiváló hatással van, hiszen tudjuk, hogy nem szabad elkényelmesedni, még legalább 5-6-7-8 olyan játékos van, aki a helyünkre vágyik, és mindent megtesz azért, hogy ő is magyar válogatott lehessen. Mennyire nézeket egyébként már az ellenfeleket, már mint a VB ellenfeleket, és az olimpiai szereplés kivívását mennyire érzed reálisnak? Szerintem még a felkészülés elején járunk, így még nem igazán foglalkoztunk a riválisokkal. Igyekszünk most eleinte magunkra, erre a két ellenfélre fókuszálni a héten. Én nagyon hiszek a csapatban, meg akkor is, hogyha ez egy fiatal brigád. Épp ez az előnyünk szerintem, hogy szívünk, lelkünk benne van, és nekünk veszíteni valónk igazából nincsen. Nagyon-nagyon szeretnénk ott lenni azon az olimpián. Ez a 6-7-8-9-es korosztály szerintem mindannyian úgy nőttünk fel, hogy ezt mondták a fülünkbe, hogy Tokió. Az a reális olimpia, amin mi részt vehetünk, és hihetetlen, hogy ez egy éven belül itt lehet, úgyhogy minden megteszünk, hogy ott legyünk. És akkor kicsit a klubodról is beszélve, ugye nemrég váltottál, hogy érzed magad Győrben, milyen gyorsan ment a beilleszkedés? Igen, nemrég váltottam, és úgy érzem, hogy ez nagyon jól sikerült, és döccenőmentesen ment a beilleszkedés, hál' Istennek nagyon kedves, befogadó brigádba érkeztem, úgyhogy már gyorsan a kézzelre tudtam koncentrálni, mert a csapattal nem igazán volt gond, ők gyorsan tettek arról, hogy ne érezzem magam új lánynak. Van ilyenkor egyébként ott Győrben, aki ilyenkor többet segít az újaknak beilleszkedni, hogy néz ez ki? A jobb szélső társaim rendkívüli módon a segítségemre voltak, és mai napig mindenben megkönnyítik a dolgomat. De ezt el tudnám mondani akárkiről, aki először segítségemre volt, az kis Évi és Janak Leddikova. Őt már említettem jobb szélsőknél, ők tényleg az első napnál fogva nem hagyták, hogy egyedül legyek. És mennyire hiányoztak egyébként a fradista lányok? Hiányoztak a barátnőim, tartjuk a kapcsolatot természetesen, de teljesen más, amikor itt együtt vagyunk 0-24, úgyhogy ezért különösképpen jól érzem magam itt a válogatottban.